A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozzunk. Örök Isten, kinek esztendők nincsenek létedben, áldunk és magasztalunk téged ennek az évnek utolsó estéjén. Téged hívtunk segítségül az első napon, téged dicsőítünk most, amikor a végére értünk. Hálát adunk azért a sok jóért, amit adtál nekünk az elmúlt időben. Köszönjük gondviselő szeretetednek számos jelét. Köszönjük, hogy gondoskodtál testünkről, lelkünkről. Köszönjük a próbákat is, és azt a bizonyosságot, hogy azoknak, akik téged szeretnek, mindennel a javukat munkálod. Köszönjük, ha ezt már is tapasztalhattuk, s ha még nem, bizonyosak vagyunk, hogy ígéreted igaz. Köszönjük minden megértett igét, ami világított utunkon. Köszönjük az imádság nagy ajándékát, és köszönjük mindazt, amit így együtt a gyülekezetben kaptunk tőled ajándékba. Bocsáss meg, ha nálunk maradt az is, amit azzal bíztál ránk, hogy adjuk tovább másoknak. Bocsáss meg, ha hálátlanul mentünk el ajándékaid mellett, és sokkal több volt az elégedetlenség, zúgolódás, követelőzés az ajkunkon, mint a hála és a dicséret mondás. Segíts ezt pótolni. Bocsáss meg a mi sok mulasztásunkat, és amit még lehet, segíts abból is pótolnunk. Amit már soha többé nem lehet, arra egyedül a te bűnbocsátó irgalmadat kérhetjük. Köszönjük, hogy te gazdag vagy a kegyelemben, és bővölködsz a megbocsátásban. Nem akarunk visszaélni irgalmaddal és türelmeddel, de így az év végén különösen is látjuk, mennyire rászorulunk arra. Isten, légy irgalmas nékünk bűnösöknek. És kérünk, hogy a te irgalmad bizonysága hadd legyen az is, hogy ebben a csendben megszólal és a szívünkig ér a te halk és szelíd szavad, amivel világot teremtettél, és amivel a mi életünket is egészen újjá tudott formálni. Ajándékozz meg minket most olyan igével, ami az újjáteremtés munkáját végzi bennünk. És kérünk, szenteld meg, ami rád figyelésünket és egész mai esténket, hadd tudjunk téged dicsőíteni, benned való bizalmunkat megvallani, és úgy tovább lépni addig, amíg tart még számunkra a kegyelmi idő. Segíts ezt az órát is most úgy eltölteni, hogy az téged dicsőítsen, és a mi hitünket erősítse. Amen. Isten igéjét Pál apostolnak az efézusiakhoz írt leveléből olvasom, az efézusi levél 4. részének 32. verse így hangzik: legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. Eddig az ige. Kedves testvéreim, jó lenne, ha minél kevesebb terhet vinnénk át a következő esztendőre. És nagyon fontos lenne az, hogy semmi fölöslegeset ne vigyünk magunkkal. Például semmi sérelmet, keserűséget, bosszúvágyat, megbántottságot, haragot. Ma este mindezt lerakhatjuk az Úr Jézus lábaihoz. Vagy kép nélkül élve, mindezt szívből megbocsáthatjuk azoknak,
akik ebben az évben bármit is vétettek ellenünk. Minden kárt, kellemetlenséget, keserűséget szívből megbocsáthatunk. Sokáig imádkoztam és gondolkoztam, hogy miről legyen szó ma este, és nem tudtam kitélni ezelől. Isten egész különös hangsúllyal ezt helyezte a szívemre, a személyes magatartásomat illetően is, és mint a gyülekezetnek szóló üzenetet is, hogy erről a páratlan nagy lehetőségről ne feledkezzünk meg, mielőtt véget ér az esztendő, hogy meg lehet bocsátani egymásnak. Sőt, a Biblia nem csak mint lehetőségről beszél erről, hanem a hívőknek egyszerűen parancsba adja. Ezt olvastuk itt, bocsássatok meg egymásnak, úgy, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztus Jézusban. Ha valaki nem akar megbocsátani, abba bele lehet betegedni. Láttam erre példákat. Ha valaki megharcolja ezt, és eljut oda, hogy mivel Isten mondja, kész vagyok, mivel ő megbocsátott nekem, én is kész vagyok megbocsátani. Mindenkinek, különösen annak, akitől különösen fájó sértést kaptam, az ilyen emberek felszabadulnak, szárnyakat kapnak, és a hitben is megújulnak. Nagyon sokféleképpen tudjuk mi megbántani egymást. Akaratlanul is, és szándékosan is. És ezek a bántások néha nagyon fájó sebet ütnek az embernek a lelkén. Lehet, hogy valami nagy csalódás ért az idén valakit. Lehet, hogy anyagi vagy erkölcsi kárt kellett elszenvednie, és pontosan tudja, hogy ki miatt, és elkerülhető lett volna. Vagy valami megaláztatásban volt részünk. Vagy kibeszélték azt a titkunkat, amit, hogy megkönnyebbüljünk, rábíztunk valakire. Hátba támadtak, az, akiről nem is gondoltuk volna. Vagy éppen a baj közepén hagyott magunkra minket az, akiben pedig bíztunk. Visszaéltek a helyzetünkkel, a gyengeségünkkel. Valaki nem tartotta meg a szavát, és ez nagyon kellemetlen, több, mint kellemetlen volt. Vagy direkt megszegte az ígéretét. Megrágalmaztak, esetleg nyilvánosság előtt, és ott álltunk védtelenül és védhetetlenül. És így tovább nem lehet felsorolni azt, hogy milyen sokféleképpen vagyunk képesek vétkezni egymás ellen. És mindenki elkövethet ilyen bűnt, még a házastársunk is, nem beszélve a volt házastársról. A gyerekek, a szülők, a testvér és az ellenség, a főnök és a beosztott, a szomszéd és a különböző közösségek vezetői, ahova tartozunk, beleértve még az egyházat is. Az országnak a felelőtlen felelősei. Bármilyen oldalról, és sokszor váratlanul érhet minket ilyen bántás. És óhatatlanul keserűség, vagy rosszabb esetben bosszúvágy ébred az ember szívében. Úgy érezzük, hogy aki megbántott, az az adósunk lett. Tartozunk neki, vissza kell adni. És miközben tiltakozik a lelkünk ellene, mégis ott folytyog bennünk a tehetetlen dű. Nagyon szép ez a magyar kifejezés, hogy méreg, és ez ténylegesen mérgezi az embernek az életét. Megrontja a kapcsolatainkat, tönkreteszi az örömünket, megzavarja az éjszakai pihenésünket, megterheli az idegrendszerünket, és az egyébként is nagy feszültséget értelmetlenül növeli. Van, aki széltében hosszában híreszteli az elszenvedett bántásokat. Van, aki hallgat róla, de belül háborog, és esetleg emiatt lyukad ki a gyomra, vagy lesz aritmiás a szíve. De mindenképpen sok kárt okoz ez annak, aki magában tartja. Ezért tartotta Jézus Krisztus olyan fontosnak azt, és többször visszatért erre, tanított róla, példázatot mondott ennek az érdekében,
hogy a megbántott emberek számára van egy óriási nagy lehetőség, ami magunktól nem jutna ezünkbe. Nem csak az, hogy visszaüssön, nem csak az, hogy valami módon megtorulja, vagy tehetetlenül folytyogjon, hanem elengedheti a tartozást. Meg lehet bocsátani. A hegyi beszéd egyik legmeglepőbb jézusi tanítása ez. Azt mondja, megmondatott a régieknek, hogy ne úgy, mint ahogy Lámek csinálta, hogy önbíráskodással a többszörösét adta vissza, de még csak nem is úgy, nem kötelező úgy, hogy szemet szemért, fogad fogért, ahogy a mózesi törvény szabályozta ezt, hanem lehetséges az, hogy megbocsátotok. Lehetséges az, hogy pofonvágnak jogol, és oda tartod a bal orcádat is. Ez teljes képtelenség. Ilyen embernek nem jut eszébe. Ilyenre csak az Úr Jézus tudott először is példát adni, aztán utána tanítást is adni. Van tehát ilyen lehetőség, hogy megbocsátani, és ennek az alapja az, hogy ahogyan az Isten megbocsátott nektek a Krisztus Jézusban. Vagyis feltétel nélkül, ahogy ő megbocsátott. Éppen ezért azt nézzük meg ennek az évnek utolsó estéjén, hogy a Biblia tanítása szerint mit is jelent hát megbocsátani pontosan, ki tud megbocsátani, és hogyan kell megbocsátani. Mit jelent megbocsátani? Azt, hogy egyszer és mindenkorra feladja az ember a megtorlás igényét és jogát. A megbocsátás ellentéte a megtorlás és a bosszú. És az bocsátja meg az ellene elkövetett bűnöket, aki kijelenti, hogy nem tartozol nekem. Mintha megfizetted volna, úgy tekintek rá. Megszűnt a tartozás, nem állott közöttünk, és soha többé nem fogom említeni. Mintha nem lett volna. A Biblia így beszél Isten megbocsátásáról. Éppen ezért világosan látnunk kell, hogy a bibliai megbocsátás az nem az érzéseknek a teljesítménye. Még csak nem is az értelmi belátáson alapul, hanem az akarat dolga. A Biblia tanítása szerint a megbocsátás a hívő ember számára engedelmesség. Hitből való engedelmesség. A hívő életben egyébként is világosan látnunk kell ezt a hierarchiát, hogy érzések, értelem és legfelül a hit. Ez nagyon fontos, ezt csak úgy zárójelbe jegyzem meg a szerelem kérdéseinél is. A szerelem az nem valami elemi erő, ami magával sodorja a tehetetlen embert. Ha tehetetlen, akkor sodorja. De az érzései fölött uralkodnia kell az értelmének. A fölött meg uralkodik a hite, vagyis az Isten igéjének való engedelmessége. És így kerül a helyére aztán minden, a nagyon fontos érzések is, és az Istentől megvilágosított értelem is. Nos, ez a megbocsátásnál is így van. Ezért nincs semmi szerepe a megbocsátásban annak, hogy van kedvem hozzá, vagy nincs kedvem. Kit érdezte? Ha én Úrnak vallom az én Uramat, akkor én engedelmeskedni tartozom neki. Ő azt mondja, hogy bocsássatok meg egymásnak, ahogy az Isten megbocsátott nektek a Krisztus Jézusban. Ez a feladat. Akkor lássak hozzá. Van kedvem, nincs kedvem. Beláttam már józanul, hogy mindketten jobban járunk így, vagy nem láttam be. Isten világosan látja, hogy mi jó mind a kettőnknek, és ő ezt a hívőnek mondja. A hívő a hitével is meg is értheti, akkor most már az engedelmesség van hátra. Megbocsátani tehát azt jelenti, hogy kész engedelmeskedni a hívő az ő urának. És nem lépteti elő önmagát bíróvá, aki ítélkezni akar, sem ügyészé, aki folyamatosan vádolja a másikat, aki őt megsértette, hanem tudja, hogy ő is ugyanolyan bűnös, mint az, csak ő már kegyelmet nyert bűnös. És neki is le kell ülnie a vádlottak padjára, ahol ugyan kegyelmet kapott Istentől, de ezzel nem kerülhet föléje annak, aki ő ellene vétkezett. Ha tehát valaki
aki Istentől már kegyelmet, bűnbocsánatot kapott, mégis bosszút forral magában, elég tételt követel, vagy akár csak rosszat mond arról, aki vétkezett ellene, vagy sajnálja és sajnáltatja önmagát, az engedetlen, mert hálátlan azért a kegyelemért, amit ő is érdeme nélkül kapott. És az ilyen hívő önmaga ellen imádkozik, amikor elmondja a mi atyánkot, hogy tudnélik, bocsáss meg a mi vétkeinket, úgy, ahogy mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. Egyébként nem önző szempont, ha azt is látjuk, hogy nekünk is jobb, ha megbocsátunk. Mert a megbocsátás felül emeli az embert mindig a helyzeten. A harag és a keserűség lehúz, és nem tud az ember emelkedetten gondolkozni és helyesen ítélni. Aki haragszik és konzerválja magában a sérelmeket és a keserűséget, az rab. Kényszer gondolatok és kényszer indulatok kínozzák. Aki megbocsátotta, szabaddá válik. Teljesen független attól, hogy ki mit tett ellene, ki mit szól hozzá, független a maga gyengeségétől is, felül emelte őt önmagán az Úr Jézus. A megbocsátás mindig győzelem önmagunk fölött, vagy pontosabban Jézus győzelme bennünk. Ki tud megbocsátani? Leginkább is az, aki tisztában van azzal, hogy neki mi minden bocsátott meg már Isten. Az nem tartja számon kicsinyesen mások vele szembeni tartozását, aki tudatában van annak, hogy mekkora tartozást engedett el neki Isten. Annak könnyű megbocsátani, aki tudja, hogy egyedül azért kaptunk mi bocsánatot minden bűnünkre, mert a bűn nélküli Isten fia, az Isten báránya, Jézus Krisztus a kereszten elszenvedte a mi igazságos büntetésünket. Akinek ez nem csak az eszéig, hanem a szívéig hatol, és átjárja az egész lényét, annak a szívében mérhetetlen hála ébred, az egyszerűen szégyelli magát, ha haragot akarna tartani, és megtapasztalja, hogy milyen gazdag lett a megbocsátásban, telik neki elengedni mások adósságát, hiszen ő neki sokkal többet engedett el annál Isten. Ezért írja itt Pál apostol, hogy ez a mérce, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztus Jézusban. És hogyan kell megbocsátani? Jézus Krisztus egy hosszú példázatot mondott egyszer arról, hogy a király milyen nagy adósságát engedte el egyik szolgájának, és az ezek után az utcán folytogatni kezdte az egyik kollégáját, aki egy pici kis összeggel tartozott neki. És ennek az áradékaként mondja Jézus, hogy súlyos büntetése lesz mindannak, aki nem tudja szívből megbocsátani azt, amit ellene vétettek. Szívből. Nem felszínesen, nem csak úgy tessék-lássék, nem egy odavetett hányaveti mondattal, hanem őszintén, megharcolva, egyszer és mindenkorra, és úgy, hogy az soha többé nem választ el attól, aki vétkezett ellenem. És hogyha nem tudom elfelejteni, szokták kérdezni az emberek, elfelejteni nem olyan könnyű, és nem lehet parancsra elfelejteni sérelmeket. Elhatározom, hogy mától kezdve nem jut eszembe többé, ez butaság, eszembe fog jutni. De az igazi megbocsátás nem azt jelenti, hogy nem jut többé eszembe, hanem ha eszembe jut, az sem mérgezi a kettőnk kapcsolatát. Nem áll ott közöttünk. És amiatt nem lesz más a véleményem arról a másikról, és nem rontja el a kedélyemet sem. És ha nem kér bocsánatot, akkor is meg kell bocsátani. Hát ha a megbocsátás az akarat dolga,
akkor ez független attól, hogy ő mit kér és mit nem kér. Lehet, hogy ő nem is látja bűnnek azt, amit ellenem elkövetett, csak én szenvedek miatta. Azt előbb-utóbb meg kell látnia, de nem a sértett fél alkalmas arra, hogy meggyőzze őt erről. Majd valaki megvilágosítja neki, vagy Isten rávezeti, ez a legmeggyőzőbb, de függetlenül attól, hogy ő kér bocsánatot vagy nem, a független, szabad ember képes és kész megbocsátani ezt is. És soha többé nem emlegeti. Van egy nagyon szellemes, talán túlságosan hétköznapiasan fogalmazott angol közmondás, amiben nagy igazság van, így hangzik: ha eltemettél egy kutyát, ásd el vele a farkát is. Miért? Mert amíg az kilóg, újra elő lehet rángatni, még ha bűzlik akkor is. És ó, de sok kárt okozunk mi az ilyen kutyafarkakkal, az ismét fölhány torgatott sérelmekkel, amiket állítólag megbocsátottunk, de nem ástuk el a farkát is. Arról, ahogyan Isten megbocsát nekünk, a Biblia azt mondja, hogy ő nem emlékezik meg többé a mi bűneinkről. Nincs a Bibliában ilyen, hogy elfelejti a mi bűneinket. Isten nem felejt, az emberi tulajdonság. De noha nem felejtette el, nem emlegeti soha többé. Mintha nem történt volna. Ilyen képeket használ maga Isten, amikor a bűnbocsánat komolyságát, radikalizmusát tanítja a benne hívőknek, hogy mint ahogy a szél elfújja a bárányfelhőt, volt, nincs. És azt nem lehet újra ott valahogy összetákolni. Vagy azt mondja, hogy a ti bűneiteket a tenger fenekére vetem. És az ott leül, és soha többé senki onnan ki nem halászhatja. Nem emlékezik többé a mi bűneinkre. Ezt a képességet kell elkérnünk Istentől, és ezt viszont ő adja. Hogy a megbocsátott bűn ne befolyásolja többé két embernek vagy csoportnak a kapcsolatát. A Biblia arról is beszél, hogy aki nem akar megbocsátani, az megereked a hit útján. Mert ökölbe szorított kézzel nem lehet sem imádkozni, sem kezet fogni, sem símogatni, sem ajándékot elfogadni, sem ajándékot továbbadni. Ezért tartja olyan fontosnak Isten igéje, hogyha néha ökölbe lándul is a kezünk, mert olyan váratlan rúgás vagy ütés ért bennünket, és ennek ki vagyunk téve mindnyájan, tanuljuk meg kisimítani az ökünket. Esetleg a másikkal összekulcsolni, vagy áldással kinyújtani. Jézus ilyen hajmeresztő parancsokat ad, hogy aki rólatok rosszat mondott, arról ti mondjatok jót. Aki nektek ártott, azzal tegyetek jót. És aki üldöz és kellemetlenkedik, azért tanuljatok meg imádkozni. A megbocsátásnak ilyen magas iskolájába segíti el az Úr Jézus azokat, akik készek neki engedelmeskedni. Azzal tisztában kell lennünk azért, és itt semmit ne idealizáljunk, a Biblia nem a romantikus olvasmány, hanem nagyon is a valóság talaján áll, hogy aki ellenünk vétett, annak a vétkét nem szabad kisebbítenie a sértetnek. És főleg a megbocsátás nem azt jelenti, hogy igazolom az ő vétkét, vagy azt mondom, hogy áll semmi, semmi. Az igenis fájt, rosszul esett, kárt okozott. De ugyanilyen komolyan veszem azt is, hogy én elengedtem az adósságot, és megbocsátottam neki. Boldog tapasztalata minden embernek, aki ezt gyakorolja, hogy a kölcsönös megbocsátás, ami például egy házasságban lehet példa, hogy megerősíti két embernek vagy két közösségnek a kapcsolatát, hogy növeli a bizalmat a másikban. Amikor nem két egymást vádoló ügyész áll szemben egymással, hanem az igaz bíró előtt két kegyelmet talált bűnös, akik mindketten bocsánatra szorultak, bocsánatot kértek és kaptak, és ezek után így kezdhetnek újat. De ennek is őszintének kell lenni.
úgy, ahogy Jézus mondta, hogy szívből. És ne feledjük el, hogy a Biblia tanítása szerint a megbocsátás nem alkalmi hőstett, hanem életforma. Folyamatosan meg kell bocsátanunk. Aki folyamatosan Isten kegyelméből él, akiben nagyon friss az, hogy egy napomat sem tölthetném el az ő irgalmas, bűnbocsátó szeretete nélkül, annak nem esik nehezére elengedni mások adósságát. Az tud irgalmas lenni, mert ilyen fontos jelzőket sorolt itt föl az apostol: legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. Isten nekünk feltétel nélkül bocsátott meg. Nem azt mondta, hogy majd, ha megjavulsz, akkor megbocsátom az előzőket. Vagy ha valami bizonyságát adod a jó szándékodnak, vagy valameddig juss el saját erőből is, és utána majd kapsz felülről való erőt. Nem. Ő a bűnbánó bűnösnek feltétel nélkül ad bocsánatot. És ezt várja tőlünk is. Ezért mond Jézus ilyen nagy számokat. Péter azt hitte, hogy valami nagyon nagyot mondott, mikor azt kérdezte, hogy még 7-szer is meg kell bocsátani annak, aki engem megbánt. És Jézus azt mondta, á, nem, 70-szer, 7-szer is. Végtelen sokszor. Erre ember a maga erejéből képtelen. Egyebek között ez is oda kényszerít minket a mi megváltónkhoz, mert Jézus viszont képessé tud eltenni ilyen magunk fajta embereket. Hadd fejezem be egy megrendítő történettel, amit valahol olvastam. Valahol Dél-Amerikában történt, hogy két ellenséges törzs állandó harcban állt egymással, és mivel a vérbosszú kötelezte őket, nem élt véget az öldöklés. Már-már az a veszély fenyegetett, hogy kiírtják egymást, legalábbis nagyon sok fiatal férfi esett áldozatul ennek a szörnyű gyilkolásnak. Voltak már keresztjének is közöttük, és ezeknek elviselhetetlen volt az, hogy nem tudják leállítani ezt az öldöklést. És egyszer sikerült elérniük, hogy leültek a felelősök, és nagy béketárgyalásba kezdtek, mert a józan ésszel mindkét társaság látta már, hogy ez oda vezet, hogy kipusztítjuk egymást, ennek így tényleg nincs értelme. De az utolsó mindig azt mondta, hogy ezt nem lehet megtorlás nélkül hagyni, a vérbosszú az kötelez. Nos, lényeg az, hogy megegyeztek, hogy itt most lezárjuk. Innentől új kezdődik, és abba hagyjuk ezt az ostoba öldöklést. És ahogy megegyeztek, eldördült egy lövés. Az emberek megijedtek. Ilyen rövid életű volt a béke. Kit talált el? De nem szólt senki. Jaj, de jó. Akkor mégiscsak. Megpróbálunk békességben élni. Feloszlott a népgyűlés, haza indult mindenki. Kiderült azonban, hogy az egyik törzsfőnöknek a fia, egy fiatal keresztjén nem tudott fölállni. Őt találta el a lövés. Az apja ráfölmett, hogy miért nem szóltál, mikor kérdezték, legalább akkor mindenki láthatta volna, hogy most mi következünk, és a fiú csak annyit mondott, hogy éppen ezt akartam elkerülni, hogy mi ne következzünk. Valakinek kell utolsónak lenni. Valahol meg kell állítani a vérengzést. Kell lenni olyannak is, hogy nem követi megtorlás a sérelmet. Mi tudunk valakiről, aki úgy pusztult el, úgy halt meg, hogy nem követte megtorlás azt, hogy meggyilkolták. És ő, amikor rabszolga halállal a keresztre feszítették, még ott is azokért imádkozott, akik meggyilkolták. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekezenek. Még ott is az ellenségeit mentegette. És Jézus Krisztus
a benne igazán hívőknek ezt a lelkületet, ezt az erőt és ezt a lelki gazdagságot tudja adni, hogy tudnak elengedni tartozásokat, hogy vége legyen az öldöklésnek. Hadd fejezzem be egy közismert versidézettel, Villonnak a haláltánc balladája, Faludi György gyönyörű fordításában így fejeződik be. Az évek szállnak, mint a percek, kiontott véred halmatával, irgalmaz nékünk, Jézus herceg. És akkor mi is tudunk majd irgalmasok lenni. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, magasztalunk téged azért, mert semmi olyanra nem biztatsz minket, amire ne tennéd képesekké a benned bízókat. Mi sokszor csak a magunk erőtlenségével és képtelenségével találkozunk, de olyan ritkán kockáztatjuk meg azt, hogy megpróbálunk, rád hagyatkozva, benned bízva, neked engedelmeskedni. Köszönjük, hogy te pontosan ismered mindannyiunk sérelmeit. Azokat is, amiket régóta hurcolunk magunkban. Köszönjük, hogy neked fájnak a mi sebeink, de köszönjük, hogy a te sebeiddel meggyógyulhat a mi beteg életünk. Kérünk, ajándékozz meg minket ilyen irgalmas szívvel, azzal az indulattal, ami te benned van. Olyan sok keserűség, bántás, sérelem, kár ért minket az idén is, és olyan sok mindenre szívesen emlékezünk. Segíts megbocsátani és felejteni. És amit nem tudunk elfelejteni, add, hogy az sem mérgezze az életünket, és nem mérgezze meg másokkal való kapcsolatunkat. Könyörgünk hozzád azokért, akik a gyűlölet légkörében kell, hogy éljenek. Erősítsd azokat, akik a gyűlölet ellen küzdenek, vagy akik a szeretet fegyverével szolgálnak. S hadd tartozzunk mi is ezek közé. És magasztalunk téged a te végtelen nagy irgalmadért, amit minden feltétel nélkül csak azért adtál, és kínálsz most is nekünk, mert rászorulunk. Szeretnénk ebből gazdagon meríteni, és minél többet továbbadni. Köszönjük, hogy így gondolhatunk vissza az elmúlt éve, és azzal a reménységgel tekinthetünk előre, hogy ezen a téren is megújítod, meggazdagítod, megáldod a mi életünket. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát teljád, és adjon néked békességet. Amen.